Sziasztok! Ezen a héten ismét jelentkezünk, most megbeszéljük a 802.1 BR szabványt, ami most fog megjelenni a Mikrotikben. Attila, mi is ez a 802.1 BR? Hát ennek az egész dolognak az a apropója, hogy megjelent a 6.48-as Router OS-nek az első bétája, a Beta 12, és abban ott a Release Notes-ban ott szerepelt egy ilyen érdekes sor, ami azt írta pontosan, hogy Added Initial Bridgeport Extender Support, és ezt csak CLI-ből lehet konfigurálni. Sajnos több info nem volt, de kiderítettük, hogy ez a 802.1 nagy B nagy R szabvány az IEEE-től, aminek tényleg az a neve, hogy Bridgeport Extender, és 2012 óta van velünk a világban. Ez akkor sem volt egy új dolog, hanem egy korábbi másik szabványt helyettesített, ez a 802.1 nagy Q, kis B, kis H. Az IEEE-nél nagyon ügyennek arra, hogy minden betűt jól használjanak, úgyhogy lassan kifogynak az ABC-ből már. Szóval Attila, van a 802.1 BR-ben port controller és port extender is. Mi a különbség a kettő közt? Mint minden ilyen nagyobb, több eszközből álló rendszert, azt valamiféle dolog vezérel. És innentől válik a 802.br két irányba, van egy port extender funkciója, meg van egy port controller funkciója. A port controller funkció az, ami lényegében látja az egész alatta lévő hálózatot, a port extenderek pedig azok, azok az eszközök, amik a port controllertől jövő forgalmat a megfelelő porton kiadják. Tehát ilyen formán, ha egy switchet, amire gyakorlatilag a Mikrotik sorozatból bármelyik CRS 300-as sorozatú switch használunk, és azon bekapcsoljuk ezt a port extender funkciót, akkor az a switch megszűnik switchként funkcionálni, hanem helyette egy ilyen felügyelhető dróttá válik, ahol a megadott uplink portokon lévő forgalmat a konfigurált downlink portokon kiadja az eszköz. És ennek az a hihetetlen nagy előnye, a nagy hátránya mellett, hogy a switch az nem switchként működik, hogy az összes portja az meg tud jelenni a port controller eszközben, mintha lokális port lenne. Tehát el tudunk képzelni innentől kezdve egy olyan Mikrotik eszközt, ami nem maximum 48 darab giga ethernettel rendelkezik, hanem adott esetben több 10 giga ethernettel rendelkezik, több 10 vagy több, akár adott esetben 100 giga ethernet porttal is. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ezek mind vonali sebességre kihajthatóak, hiszen az egész port extender koncepciónak a backbone-ját lényegében az összekötetések képezik a port extender meg a port controller között. Helyesebben port extenderek között, hiszen ezeket az extendereket akár hierarchikusan is föl tudjuk egymás mögé tenni. És a másik hihetetlen nagy előnye ennek a dolognak, hogy ez a port extender funkció ez nem ér véget a hardware-ben. Ez egy szabvány, ezt vannak olyan gyártók, amik szoftverben is megvalósították, tehát egyes virtualizációs platformon a VM switchek, amik a hypervisorban ott vannak, azok is tudnak port extenderként működni, tehát elképzelhetjük azt, hogy építünk egy kisebb datacentert néhány ilyen kompatibilis port extender eszközből, és a port extenderekkel rajta vannak adott esetben a Blade szervereink egyesével, és a Blade szerverben definiált virtuális gépeknek az Ethernet portja a port controllerünkben fog megjelenni, és ott tudunk neki adott esetben IP címet, tehát hogy ott tudjuk összebridzselni azokkal a szomszédos portokkal, amikkel ezt szeretnénk összekötni. És ki lehet a port controller, hogyha Mikrotikben gondolkodunk? Jelenleg ezt a port controller funkciót a dokumentáció szerint csak a nagyobb processzorral rendelkező CRS 300-as eszközök támogatják. Itt a listában szerepel a 317-es, a 309-es, a 312-es, a 326-osból a 24 portos 10 gigás verzió, illetve a 354-es 48 portos eszközök. De emellett még ugye kiderült, hogy ez nagyon jól működik az újonnan megjelent CCR 2004-es platformon is, ahol bent van az eszközben egy ilyen port extender. Tehát akkor igazából a CCR 2004-est használhatjuk úgy, hogy ő maga a központi routerünk, és akkor felfűzhetünk rá jó néhány 300-as sorozatú switchet. Így igazából hány portunk lehet? Ha azt veszük alapul, hogy a 2004-esen ugye van két darab 25 gigás uplink portunk, amiket mondjuk uplinknek is szeretnénk használni, és van neki 12 darab downlink portja, akkor mindegyikre föl tudunk akár tenni, ha mondjuk ebből a 354-esből teszünk fel, akkor 12 darab 354-es, innentől kezdve
Hát nagyon sok. 12-szer 48 darab gigaethernetre tehetünk egy mozdulattal szert. Természetesen a egy-egy ilyen 354-es ilyenkor maximum egy 10 gigáig lesz kihajtható, ami adott esetben elegendő is. Uh-huh. De ugyanez a dolog természetesen megvalósítható nagyobb eszközökkel, hogyha a 3.17-es Rosetta switch-et használjuk, aminek 16 darab 10 gigája van, vagy a 3.28-ast, aminek meg 24, akkor nagyon-nagyon sok 10 gigás portot tudunk produkálni ebben az eszközben. Tehát úgy tudjuk elképzelni, mintha fognánk egy ilyen nagyobb ilyen enterprise switch-et, ahol van mondjuk sok-sok linecard, és a linecardok egyesével tartalmazzák ezeket a sok 1 vagy 10 vagy akárhány gigás portot, azt mi szétdobtuk külön kis dobozokba, és ezek az a dobozok, ezek egész messze is lehetnek egymástól. Mivel a backbone-t lényegében optikai összeköttetésekkel, vagy rezessel is, de nyilván optika az azért jó, mert messzebbre megy, produkáljuk, ezért az egész gépteremben el tudunk terpeszkedni ezzel a switch-elős infrastruktúrával, sőt, akár kimehetünk távolabbra is, akár 10 kilométerre is el tudjuk vinni a port extendert, tehát az egész Metropolitan Area hálózatunkat akár egy darab routerként tudjuk használni. Természetesen azzal a limitációval, hogy minden egyes Ethernet keret vagy IP csomag, amit ez a rendszer forwardol, annak keresztül kell mennie a port kontrolleren, hiszen semmelyik alatta lévő eszköz nem képes arra, hogy önmaga döntéseket hozzon arra, hogy merre továbbítja a forgalmat. Mindegyik azt tudja, hogy ami föntről jött forgalom a megfelelő címzés alapján kiküldi a megfelelő lefele néző porton, illetve ami lentről jött forgalom, akkor mindig elküldi a port kontroller felé. Természetesen ugye ez sincs ingyen. MTU-ról beszélünk? Így van, arról van szó, hogy valahogy ezt az extra információt, hogy mi meg tudunk címezni hierarchiában mindenféle virtuális portokat egy ilyen virtualizált rendszerben, ezt valahol továbbítanunk kell az Ethernet keretben, és erre a protokoll elődjeként használt 802.1 nagy Q BH protokollban standardizált VN-teget használják, ami mondhatjuk ugyanolyan tag, mint a VLAN-teg, csak kicsit hosszabb, mert ez már 6 byte-os, tartalmazza nyilván az Ether type-t, ami azonosítja őt, hogy egy VN tag, és tartalmaz egy source és egy destination listet is, ami azt mondja, hogy honnan jött az az Ethernet keret, amit továbbítani kell, és majd hova kell továbbítani. Tehát ez az a 6 byte, amivel meg fog nőni az Ethernet keretünknek a mérete, ami igazából ilyen virtuális áldozat, hiszen hogyha a standard 1500 byte-os IP csomagokat használjuk, úgy, mint általában az emberek szokták, akkor a modern eszközök már ugye lényegesen nagyobb layer 2 MTU-t tesznek lehetővé, tehát az nem lesz baj, hogy most az IP csomag fölé nem csak az a szokásos 14 vagy 18 vagy adott esetben 24 byte ül rá, hanem még ezt megtoldjuk még 6 byte-tal, és akkor tetszőlegesen tudjuk címezni az eszközeinket ebben a rendszerben. Ami még nagyon-nagyon érdekes, hogy ilyen nagyon nagy újdonság nincsen. Tehát ezt az emberek eddig is meg tudták csinálni, lehetett a VLAN tegeket kreatívan használni, és akkor lehetett azt mondani, hogy azt mondjam, hogy több VLAN header van egymás mögé befűzve, az egyik VLAN header azonosítja majd, hogy melyik porton kell kiküldeni, a másik VLAN azonosítja, hogy melyik a következő switch-en melyik porton kell kiküldeni, tehát ez így mind-mind adott volt, de ezzel együtt csökkent is a flexibilitása a kommunikációnak, hiszen ha ezeket a headeröket elhasználjuk valahol, akkor később a lentebbi szinteken már nem tudjuk ezt az információt értelmezni. Itt a VLAN tag által lehetővé tett azonosítás az nem a VLAN header-ök kárára megy. Tehát az end hostunk, az end VM-ünk, ami mondjuk egy virtualizált környezetben ott van, és még a hypervisor switch is egy ilyen virtuális port extenderként működik, teljes szabadsággal használhatja a VLAN header-öket, hogyha a kommunikációhoz vagy a rajta futó szoftverekhez erre szükség van. Tehát így, hogy egy ilyen rendszert építünk fel, ezek szerint egy jó skálázható rendszert kapunk, mert veszünk egy portkontrollert, és akkor az extendereket pedig oda rakjuk, és annyit, amennyit szeretnénk. Hát amennyit rá tudunk csatlakoztatni természetesen, amennyi az igényeinknek megfelel. Tehát a skálázhatóság az port szempontjából mindenképpen adott, hiszen korábban azért mindig az volt, hogy voltak ezek az egy rack unit magas pizzadoboz, vagy fél pizzadoboz, gyerekadag méretű készülék, és ebbe fizikailag nem lehetett több portot belezsúfolni. Most ezt meg tudjuk tenni, megfelelő optikai összeköttetésekkel végtelen mennyiségű portunk lehet szinte. Sajnos a végtelen mennyiségű sávszélesség ez nem adott hozzá.
Jelen pillanatban azért tudjuk, hogy ezeknek a routereknek is mindegyiknek van valamiféle korlátja, tehát a legnagyobb mikrotik routerünk is, ami éppen itt van, ez a 1072-es, az is 8 darab 10 gigás interfészsel rendelkezik, és hál' Istennek a mögötte lévő System on Chip megoldás ezt ki is tudja hajtani, de más-más platformoknak más-más korlátai lehetnek. Ami a skálázhatóságnak egy ilyen másik aspektusa, hogy képzeljünk el egy ilyen nagy hálózatot, amikor tényleg sok switch van. A klasszikus, tényleg abban az időben menjünk vissza, amikor ez az egész dolog elkezdődött. 2009-2010 a klasszikus három rétegű datacenter architektúrák, core réteg, distribution réteg és az access réteg. Sok-sok switch van, mindegyikből egyre több, mindegyiknek van valamiféle IP címe, mindegyiket valahogy felügyelni kell, róla az információkat be kell gyűjteni, konfigurálni kell. Ez problémás volt. Tehát ezt valahogy meg kellett oldani, erre voltak mindenféle bonyolultabb menedzsment rendszerek, vagy kevésbé optimális esetben voltak ügyes mérnökök, amik minden eszköz fejből tudták, hogy mi az IP címe, bírtak szállni, és be tudták írni a mágikus parancsokat, amitől az egész működött. A port extender funkcionalitása, ezek a dolgok, ezek mind-mind összezsúfolódnak a port kontrollerbe. Tehát ott fogjuk látni az összes alatt lévő hierarchiában lévő switchnek az összes portját. Ott tudunk neki konfigurációt adni, ott tudjuk őket összefogni bridge groupokba, vagy adott esetben IP címeket tudunk hozzá konfigurálni, és innentől az egész menedzsmentet azt így kb. Belezsúfoltuk abba az egy eszközbe, ami nyilván megoldható más technológiákkal is, de ha az ember mondjuk szívesen konfigurál dolgokat célból, akkor ezt nagyon egyszerűen meg tudja csinálni. Nincsen szükség arra, hogy kiépítsünk egy dedikált menedzsment hálózatot az adatközpontunkba, amire rá vannak dugva az egyes eszközök, és akkor mondjuk egy ilyen out-of-band menedzsment hálózaton keresztül felügyeljük őket, mert a felhasználói forgalomtól teljesen izoláltan ez az egész menedzsment funkcionalitás ez megjelent a rendszerben, és ez nagyon nagy kényelmet tesz lehetővé. Nagyon sok gyártónak volt már ilyen eszköze, ami vagy a szabvány szerint, vagy pedig ilyen saját size szerint igazítva ezt a port extender funkciót, vagy a port extender funkcióhoz hasonló ilyen virtuális sesziket definiált. Ebben itt most az a hatalmas nagy újdonság, hogy nagyon megfizethető kategóriába tartozó eszközökön is megjelent. Valahol az elején, amikor a 300-as sorozat legelső switch-ek kijött, a CRS 326-os, ami nagyon-nagyon hasonlított, emlékezik mindenki rá, a 125-ösre, ott már lehetett tudni, hogy valami ilyen fog készülni, hiszen a hozzáválasztott System on Chip megoldása a Marveltől, ott nagyon-nagyon sok-sok feature között ez is ott volt, hogy tud 802.1BR port extender funkciót, de akkor még az operációs rendszer nem támogatta, de hál' Istennek eljutottunk odáig, amikor ennek már hasznát is veszük. Reméljük, hogy az összes többi funkció valami ebben a System on Chip megoldásban támogatva van, mint például a MACsec, vagy esetleg a hardware-es VXLAN támogatás, az is majd mind megjelenik a router OS-nek egy későbbi verziójában, és akkor még flexibilisebbé válik az eszközünk. Reménykedjük, a MACsec-et már én is várom. Ez volt az e-heti részünk. Jövő héten szerintem jelentkezünk újra. Nézzük meg ezt a CCR 2004-es terméket, hogy muzsikál, jó? Jó, persze. Jó ötlet. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!